rengeteg zenekart megvádoltak azzal, hogy playback. Ó, hát minket vádoltak meg a legjobban. Igen, talán ti voltatok a leginkább persze ezzel vádolva. Mi nem tartjuk magunkat énekesnőnek. Mi előadó művészek igen vagyunk. Nagyon el kell keserítenem mindenkit, aki a 2000-es évek elején minket támadt meg ezzel, de mi énekeltünk. Annyi bulink volt, hogy az valami észveszejtő állatok voltunk. Nem tudom mit mondani. Tóth Andi, hát a legnagyobb tehetség a világon. Hát egyszerűen azt a lányt én nem is tudom, én megfognám és így megráznám, hogy térj észhez, hogy a legnagyobb tehetség vagy. Virág, Aszmaret, Barbara, Virág, Aszmaret és Judit, Virág, Viki és Judit, Andi, Viki, Ági, Viki, Andi, Andi. A fresh lányokat senkinek sem kell bemutatni Magyarországon. Az ezredforduló után uralták a slágerlistákat, dögös címlapjaikkal pedig rendre megdobogtatták a férfi szíveket. Az együttes 1996. novemberében alakult Budapesten. Zenei világát Hauber Zsolt zeneszerző producer alakította, és teszi ezt mind a mai napig. Mai vendégünk az utolsó fresh lány, Galló Andrea. Szia, Andi! Sziasztok! Veled különleges helyzetben vagyunk, mert az eddigi előadók, akik a vendégeink voltak, mind alapító tagok voltak. Te viszont már évek óta figyelhetted a fresh-nek a munkásságát. Tudhattad, hogy kik ők, ismerted a dalokat. Belecsöppentem a kézbe. Mondhatjuk, igen. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez hogy indult. Tehát, hogy én olvastam mindenfélét arról, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, hogy te ott voltál egy koncerten, és akkor kinéztek téged, hogy te annyira jól lennél ott a csajok között. Ez tényleg így volt? Hát nem egészen. Legenda. Igen, nem egészen. Ez a szájról szájra te. Hát igen, hozzánk így jutottál. Hány éves voltam? 16 éves voltam. És a High Life nevű diszkónak volt tini diszkója abban az időben. Te pedig nyilván jártál oda? És én jártam oda, én imádtam ott lenni, és én jártam oda, és ennek a diszkónak két része volt. Volt egy alsó szint, ahol ilyen óriási ilyen technózenék mentek, és volt egy felső szint, ahol a populári zenék játszottak, és bezárták az alsó részt, mert hogy a fresh együttes fel fog lépni, és hogy akkor mindenki, minél több ember legyen fent, arra az időre menjenek fel. Jó, és ez így is volt, a csajok ott voltak a színpadon, én a barátnőimmel táncikáltam ott a közönségben, és odajött hozzám egy férfi, hogy igazából ő szeretne bemutatkozni, ő Szabó Attila, a fresh-nek az egyik menedzsmentje, és hogy ő nem tudja, hogy mit, de valami fantáziát lát bennem, és hogy adnék egy elérhetőséget. És vonalas telefonszámot adtam meg, úgyhogy így indult el az egész. És akkor tényleg jött a telefonhívás, hogy akkor szeretnének velem találkozni, a szüleim elkísértek erre a találkozóra, mert ugye hát egy 16 éves kislánynak nem hát tudhatod, hogy éppen ki az, aki, és miért akar vele találkozni. És akkor ott mit gondoltál, amikor oda ment hozzád valaki, amiközben ott bulizgattál, táncolgattál a barátnőiddel, mit akarhat? Tehát jó, elmondja azt, hogy oké, lát benned valamit, de hát, hogy azért ott egy 16 éves kis csaj lehet, hogy nem feltétlenül azt gondolja, hogy akkor ő lesz majd a fresh-nek az arca. Ja, nem, ez meg se fordult a fejemben. Ráadásul képzeljétek el, hogy egy teljesen más formátumot akartak nekem, mert ugye a Britney Spears-nek így Atályban jött ki az első száma, és hogy szerettek volna egy magyar Britney Spears-t csinálni. Ugye tehát akkor nem a fresh-be akartak. Nem, alapvetően nem ez volt. Aha, az első, értem. Csak hogy valamit úgy szerettek volna velem. Csak látták, hogy fiatal, szőke, göndörhajú, szeret táncolni, jó kedve van, tudod, sovány, csinos volt, nem volt ránca, és a többi. Na mindegy. És igen, és ők meg szerették volna csinálni a Hauber Zsolttal közösen. Ugye Hauber Zsolti, ő a Bonanza Banzájnak volt a zeneszerzője és az egyik oszlopos tagja, és ő a mai napig egyébként ő az én menedzsmentem, szóval ez nagyon durva, hogy ilyen 25 évre nyúlik vissza, és ezt szerették volna megcsinálni. Aztán nem így alakult.
Hát igen, akkor bekerültél a fresh lányok közé, akkor igen. Még egy teljesen más csapatba, mint ami, hát az elég sok felállás volt azért szerintem, ezt sok így volt. Elmondhatjuk. Aha. Egyáltalán hogy vélekedtél róluk, ugye, amíg még nem kerültél be? Tehát ők azért már pörögtek. Akkor. Hát ők nagyon, akkor ők az Itt vagyunk című dallal, igen, a Boogie Nights-al, a Táncolj méggel, ők már nagyon durván a köztudatban voltak, mint a három baromi jól kinéző barnahajú lány. De te ilyen rajongójuk voltál? Nem. Én a Hip Hop Boys-nőért rajongtam. Teljesen érthető. Ne viccelj, annyira, de kézzétek el, hogy annyira ilyen furcsa, ilyen kicsit ilyen skizofrén az egész helyzet, mert hogy engem a szüleim vittek Káposztásmegyerre, a kultúrházba, vagy a művelődési házba, a Hip Hop Boys koncertre, és én visítottam az első sorban, és a szüleim kint vártak a kocsiban, és akkor azt látták, hogy vége a koncertnek, és így megindul egy csomó sikítozó lány, és így ültek, hogy hova fut a gyerekünk, tudod? Én meg így ordítva futottam a Hip Hop Boys után az utcán, majd ezt követően eltelik x év, és állunk egymás mellett a backstage-ben, hogy lépünk fel, szóval, hogy fú, azért ezek nagyon jó, nagyon nagy dolgok. A szülőknek hogy volt tálalva otthon ez a megkeresés, amit mondtál? A szülőknek igazából ugyanúgy volt tálalva, mint nekem, tehát anyuék semmiből nem voltak kihagyva, ők elvittek engem a megbeszélésekre, ők ugyanúgy eljöttek velem az első próbafotózásra. Ráadásul, ahol én laktam, én a római parton, pontosabban Csillaghegyen nőttem fel, ott a harmadik kerületben, és Békásmegyerre kellett járnom énekórákra, a Janulához. A Janula az a szenzációs hangú énekesnő, aki egyébként a Carpe Diem álomhajó című dalt énekelte fel a Fanni helyen. Uh-huh. Szóval, hogy én hozzájártam énekórákra, és ugye az is tőlünk nem volt egy távolság, uh-huh. Volt, hogy biciklivel mentem át. És ez kellett, hát körülbelül egy év ahhoz, hogy mondjuk akkor te odaállhass, és fresh Andi legyél, és egy évig ott mi történt? Tehát, hogy jártál énekórára, gondolom, igen. Táncolni tanultál. Jártam énekórákra a Janulához, a Dakihoz jártam az Arany János utcába táncórákra, ugye a Zoltán Erikáékhoz. Akkor még nem volt beszédtechnika tanárom, de az is lett a későbbiek folyamán, ő Dénes Tamás személyében, őtőle nagyon-nagyon sokat tanultam, illetve voltak próbafotózások, hát és készítettek fel arra, hogy majdan valami... Sztár leszel. Hát, hogy valamit szeretnének. Igen, és képzétek el, hogy 1999 nyarán ültettek le, akkor nem voltam még 18 éves, hogy hát a Freshnek a házatáján úgy néz ki, hogy változások uh-huh. lesznek, de hogy a 99 novemberi óriás Total Dance Fesztivált még ők megcsinálják uh-huh. együtt, és akkor lesz egy csere, úgyhogy én oda fogok kerülni. És mondom, úristen, és én ezt senkinek nem mondhattam el, és én már ezt 99 nyarán tudtam, hogy én csatlakozni uh-huh. fogok az együtteshez. Mint egy kakukktojás, tudod, hát most ott volt három tök szép barnahajú lány, én meg ott voltam a kis szőke hajammal. Igen, azért ez egy mély víz lehetett, tehát hogy bedobtak uh-huh. oda, hogy akkor tényleg a Fresh akkor már egy befutott, nagyon népszerű csajbanda volt, és neked milyen volt belekerülni egy olyan közösségbe, akik már addigra hatalmas hírnévre tettek szert? Hát igazából megmondom őszintén, nekem egyetlen egy ember segített ebben, uh-huh. és igazából akármi is van így jelen pillanatban velünk, vagy nincs velünk, de hát nekem a Viki volt az én kapaszkodó erőm. A Vikivel mi első látásra tudtuk, hogy mi cinkostársak leszünk, és abban a pillanatban, de tényleg így van, megtaláltuk a közös hangot, sőt emlékszem, hogy amikor először találkoztunk, ő már engem haza is vitt. Volt egy kis autója, és fú, mondom, úristen, a Viki, tudod. De ő volt az, aki így a szárnyai alá vett, és ő általa tanultam meg én a szakmának a csinyát, binyát. Úgyhogy nekem ő volt a nagy tanárom. Ráadásul nagyon jó barátok is voltatok. Nagyon. Hát együtt nagyon. Éltetek, tehát hogy tényleg, mintha egy ilyen testvéri viszonyat volna köztetek. Abszolút. Viszont szerintem így
azok után, hogy évekig azért ilyen nagyon szoros kapcsolat volt, az tulajdonképpen most már mondhatjuk azt, hogy elmúlt. Mert hogy ez, erről beszéltél is már, hogy most nem vagytok kapcsolatban, nem, és nem. Megszűnt a barátság. Ez hogy történt? Hát figyelj, igazából, ahogy a Viki is már említette ezt egy ilyen Instagram sztoriában, hogy vélt és valós sérelmek. Ez mit jelent? Ezt pontosan, nem tudjuk elfajtani. Pontosan igazából az ő oldaláról vélt és valós sérelmek, hát majd akkor fogom megtudni, hogyha mi leülünk egyszer erről beszélni. Én tudjátok, én azt gondolom, hogy vannak olyan barátságok, amiknek nem lesz vége, csak éppen szüneteltetni kell, mert lehet, hogy éppen nem ugyanabban az életszakaszban vagyunk. Az is lehet, hogy sőt, jelen pillanatban ugye minket azért másfele vitt az élet. De én biztos vagyok abban, hogyha most valamelyikünk felhívná a másikat, akkor pontosan ugyanonnan folytatódna ez a kapcsolat, mint ahol ez abba maradt 2018-ban. És ez miért nem történt még meg, hogy felhívjátok egymást? Hát valószínűleg annyira éljük mind a ketten az életünket. Azért a Viki két gyermekes édesanya, egy éves lesz a kislánya nem sokára, hogyha jól tudom. Én ugye ugyanúgy élem a kis családi életemet, a férjemmel a civil foglalkozásunkat tekintve, ugye mi üzleteket üzemeltetünk Budapesten, mellette ugye az együttesnek a dolgait is csinálom, sőt, hát ugye hát az együttes... Főleg azt csinálod. Hát igen, szóval, hogy nekem... Most te magad vagy az együttes tulajdonképpen. Most én magam vagyok az együttes, már 6. éve. Igen. Illetve ez nem jó kifejezés, mert ez azért nem jó kifejezés, mert ez nem lenne fair azzal a két lányjal, aki mellettem van, mint táncosok, és én nem azt mondom, hogy ők a táncosaim, nem, ők ugyanolyan egyenértékűek. Szóval mi most így alkotunk egy egységet a színpadon, és megmondom őszintén, hogy nagyon jól működik, tökre szeretem. És hogyha így Vikivel mondjuk megszakadt a kapcsolat, én feltételezem azt, hogy ott kell lenni valami kiváltó oknak. Tehát amikor egyik napról, nem tudom elképzelni azt, hogy megtörténhet, hogy mondjuk egyik napról a másikra de nem beszéltek. De hidd el, mert igazából ugye ő elmondta, hogy ő babát vár, és nyilván neki a prioritás akkor házasodott össze frissen a férjével, úton volt az első közös gyermek, szóval nyilván a prioritása az nem arra fog fókuszálni, hogy most éppen mi van velem, vagy most, tehát ő arra fókuszált, én arra fókuszáltam. Időközben ugye történt velem még egy nagyobb dolog a betegségem, tehát akkor végképp nem azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne, meg majd hogyan lesz rendezve. Tehát így egyszerűen elmentetek egymás mellett. Elmentünk egymás mellett, biztos, hogy vár ránk majdan egyszer egy beszélgetés, hogy az most egy nap múlva, vagy egy év, vagy 10 év múlva, azt nem tudom, de abban is biztos vagyok, hogyha mi egyszer csak így meglátnánk egymást random az utcán, röhögve, Józsikám, mi Jóskának hívjuk egymást egyébként, mi van Jóska, szóval Jóskával meglátnánk egymást az utcán, akkor átölelnénk egymást, és tényleg, mint hogyha tegnap találkoztunk volna utoljára, szóval, hogy kevés ember az olyan, aki annyira ismeri a másik minden egyes rezdülését. Azt elmondtad, hogy a Vikivel való barátságnak mi lett a sorsa, de ugye úgy szálltál be a zenekarba, hogy többen voltatok. Volt az Ági is. És szépen lassan mellőled ugye kikoptak a lányok, és ugye jelenleg egyedül viszed a projektet két táncos, hogy itt mi történt, hogy történtek ezek a búcsúk? Nagyon érdekes, mert például amikor az Ági bent volt még az együttesben, ugye mi helyel közel, hát nem helyel közel, hivatalosan és gyakorlatilag mi egy időben kerültünk be az együttesbe. Az Ági valahogy, őszintén megmondom, hogy sosem éreztem, hogy neki szívügye lenne ez az együttes, vagy tök jó lehetőségnek tartotta szerintem, és ő 2003-ban férjhez ment. Úgyhogy látjátok, ez a családalapítás férjhez megy, elkezd valahogy. Igen, ez a csajbandákat szét tudja szedni. Hát ezek szerint igen. Úgyhogy nekünk a Vikivel akkor kezdődött egy igazi felívelés, és nem azért, mert az Ági nem volt ott, félre ne értsétek, hanem azért, mert mi akkor tényleg állatok voltunk. Nem tudom mit mondani. És akkor ugye utána jött a Vikinek a családalapítás és a gyermek, de például tök érdekes, mert az Ágival mi sosem voltunk egymáshoz nagyon közel, szóval azért három idegen lányt összeraksz, a háromból kettő mindig jobban van. Ez mindig tehát, így van. Igen. És mi a Vikivel voltunk inkább. A Viki viszont az Ágival is tök jól kijött. Én az Ágival annyira nem, ilyen semmilyen kapcsolatunk volt nekünk. Én voltam akkor a picike, a 18 éves, ő akkor már 22 vagy 23 éves volt, és akkor így tudod, ez a nem baj Dezső effektus. Bezárom a könyv reggeli, már csak neked rossz
nekünk ilyen semmilyen kapcsolatunk nem volt, és valahogy, ahogy telnek az évek, így tök aktívan követem az ő platformjait. És hát rengeteg közös emléketek is van, amiben feltételezem, hogy beletartoznak a hatalmas bulik. Hát persze. Tehát itt még a fresh aranykoráról beszélünk, igen, ugye a 2000-es évek eleje, kicsit visszaugorva az időbe. Igen. Ez milyen volt? Hát figyelj, hogyha mindenkinek ilyen fiatal évei lennének, mint amilyen nekünk volt a Vikivel, még a hideg is kirázódik, jó azért, mert hogy így visszagondolok, tudod, és annyira szerencsésnek mondhatjuk magunkat. És azért, mert nekünk nincsen hiányérzetünk ebből a szempontból, szóval én biztos vagyok abban, hogy ő egy tök kiegyensúlyozott anyuka, aki nem azon pörög agyban, hogy úristen, most de jó lett volna elmenni ebbe vagy abba a buliba, hanem tud fókuszálni arra, amire kell. Én egy nagyon kiegyensúlyozott életet élek a férjemmel, és a kutyáinkkal, meg a családunkkal, mert nem azon pörög az én agyam, hogy esetleg mit hagytam ki az életemből, mert mi bulisztunk annyit, és bulisztunk olyanokat, és bulisztunk úgy, ahogy más ember, tényleg ezt szokta mondani, két életen át nem bulizik annyit. És szerintem akkor ezeknek a buliknak, meg ennek az életnek akkor ott volt a helye. És az ideje. Pontosan, hogy nézett ki akkor egy fresh buli? Lenyomtatok egy koncertet, és akkor utána vissza Budapestre, és elszabadultatok a városban? Hát ez pontosan így nézett ki. Hogy kell titeket elképzelni, amikor volt egy megvadulás? Hát ha éppen nem barátnők jöttek velünk, és már az autóban, a turnébuszban nem alapoztunk, és a szegény Jocó, aki akkor vitt minket, és volt a sofőrünk, és egyáltalán a mindenünk 10 éven keresztül, hanem mondjuk a Zoli, aki utána a mai napig is tourmenedzseri posztot tölti be. Tehát, hogyha nem a barátnőink jöttek, és nem indult el az alapozás már a turnébuszban, akkor persze ez úgy nézett ki, hogy mi hazaértünk 1-2-3 fellépés után, hajnali 4 órakor a Váci úttól lévő kis garzó lakásunkba, ahol mi együtt laktunk, és mondtuk a Jocónak, hogy akkor várjon meg, ezt megbeszéltük előre, akkor mondtam, és sehova, várj meg. Megvárt, mi felmentünk, zuhany, átöltözés, és mi 4:30 körül már ott voltunk a hajógyári szigeten a dokban. Szóval nekünk aki ugye ezekben az években bulis volt, pontosan tudja, hogy a dok az egy ilyen kultusz volt a magyar szórakoztató iparban és a budapesti éjszakában. Tehát és kikkel bulisztatok? Hát mindenkivel. Igazából szakmabeliekkel, nem szakmabeliekkel, mindenkivel bulisztunk. Hát figyelj, igazából a mindenki, az nagyon sok mindenkit akar konkrétan, de hogy én arra lennék kíváncsi, mert akik itt voltak nálunk, ők mindig mondtak nekünk valami csodálatos történetet azzal kapcsolatban, tudom, hogy egyik a másik zenésszel milyen emlékeket tartogat. És én erre nagyon kíváncsi lennék, igen, hogy neked van-e ilyen? Nekem az volt a furcsa, egyébként rendszeresen nézem vissza az ilyenek voltunkat, mert tök jó. Köszönjük. Nem, egyébként jó érzés az, hogy egy nagyon sok olyan történet van, amit elmondanak a meghívott vendégek, amit mi is átéltünk, vagy éppen közösen éltük át, vagy egy régi díjátadó, egy régi aranyzsiráf, vagy egy régi komet, aminek még megvolt a díjátadó hangulata, és tényleg mindenki készült rá, és olyan furán hallom egy párszor, hogy jaj, mi nem bulisztunk, mi visszafogottan éltünk, de hogy is, hát itt óriási bulik voltak. Hát nem is hittük el nekik. Gondoljátok el, hogy országszerte megvoltak azok a benzinkutak, ahol a különböző együttesek találkoztak. Uh-huh. De ezek ilyen véletlen találkozások voltak. Tehát még mondjuk így a 2000-es évek eleje, tehát akkor oké, volt mobiltelefon, uh-huh, de hogy nem voltak ezek a social médiák, te nem láttad, hogy ki honnan csekkolt be, ki hova tart, maximum, hogyha a honlapra rámentél, és megnézted a fellépések listáit, akkor tudtad nagyjából bekalibrálni, hogy az ország mely részére mehetnek, hány órakor, de hogy képzétek azt el, hogy egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen világ végén az M3-as autópálya 186-os kilométernél, most mondok valamit, egy benzinkuton félreállunk, és ott van a fél szakma. Mert éppen mindenki tudta, hogy vagy nagyon sokan jönnek már hazafele a bulikból, tudod, és akkor mindig voltak ilyen találkozó pontok. Ja, hát ezek nagyon jók voltak. Egy kicsit
szakmai dolgokra kitérve. Igen. A Freshnél nektek tulajdonképpen mindegyik dalotok vagy a bulizásról szólt, a pasizásról szólt, arról, hogy milyen király az élet. Igen, inkább arról, hogy milyen király az élet. Hogy zajlott az, hogy írtatok egy dalt, a mi szövegírás? Ezt ti kaptátok készhez? Persze, nekünk a kizárólagos zeneszerzőnk a Hauber Zsolti. Uh-huh. Ő írt az összes számot, szóval az ő kezét jegyzi az összes slágerünk tulajdonképpen. Ebben mennyire volt így beleszólás, hogy figyelj, most erről írnék, vagy hogy nézett ki maga a folyamat? Nekünk a Zsoltival, most én nagyon őszinte vagyok, meg én nem szeretem ezeket a cukormázas történeteket, amikor én pontosan tudom a valóságot, és még mindig ennyi év távlatából is valaki ezt nagyon elferdíti, de nekünk a Zsoltival tényleg nagyon jó volt a viszonyunk. Uh-huh. Nem volt aláfölé rendelt szerep, nem volt az, hogy már pedig most az lesz, amit én mondok, mert én vagyok a menedzseretek, nem. És nekünk valószínűleg ezért működik a mai napig tök jól a kapcsolatunk, most már ritkábban beszélünk, én nagyon sok mindenben szabad kezet kapok, de amikor olyan volumenű dolog történik, akkor természetesen vele leegyeztetem a mai napig. Ő volt az, aki megírt egy dalt, aki megmutatta a dalt, kikérte a véleményünket, de mivel ő volt szakmailag a hozzáértő, mi nem is kérdőjeleztük meg azt, hogy ez sláger lesz, vagy nem lesz sláger. Tehát én azt gondolom, hogy egy bonanza banzás előélet után is, egy induljon a banzáj és a többi bonanzás dalnak a zeneszerzése után az ő tehetségét, vagy az ő jövőbeli elképzelését megkérdőjelezni, hogy zöldfülüként, hozzá nem értőként, hogy hát én szerintem ez nem lesz jó, én szerintem ez nem lett volna helytálló. Úgyhogy nekünk nem is volt kérdés az, hogy amit a Zsolti elénk rak, mint dal, azt ő pontosan tudja, hogy mondjuk egy nagy lemezen hol fogja bepozícionálni, hanyas tracknél, mert hát ugye tudjuk, hogy az első track volt mindig a listavezetésre szánt dal, és akkor és így tovább, szóval mi ezt pontosan tudtuk. Szövegírással kapcsolatban pedig nagyon széles volt a paletta, szóval több szövegíróval dolgoztunk együtt. Ott volt, amikor néha mi kértük a változtatást, hogy mondjuk legyen kihúzva egy mondat, vagy valami olyan, amivel nem igazán tudunk azonosulni, de valahogy mi ennek mindig átadtuk magunkat. És mondom, nem azért, mert most ez le lett volna fektetve alapszabályba, hanem azért, mert mi nem értettünk hozzá. Én miért kérdőjelezzem meg az autófényezőt, hogy te azt jól csinálod, de hogyha ő ért hozzá. És ti abban az időszakban voltatok nagyon befutva, amikor rengeteg zenekart megvádoltak azzal, hogy playbackelnek. Ó, hát minket vádoltak meg a leginkább. Igen, talán ti voltatok a leginkább ezzel vádolva. De most mondtad, hogy neked külön énekórára kellett járni egy évig, amíg ugye elkezdhetted. Hát meg mellette is. Ez mennyire volt valós, és hogy élted ezt meg, hogy ilyenekkel támadnak? Igazából nagyon el kell keserítenem mindenkit, aki a 2000-es évek elején minket támadt meg ezzel, de mi énekeltünk a lemezeken. Nyilván egy hang ki van tisztítva, meg azért ki van maszterelve, meg azért az megvan csinálva, hogy ne szóljon mondjuk hamisan, de se nem Katika, se nem Erzsike, se nem Gabika énekelt helyettünk, hanem mi énekeltünk ezeken a lemezeken. Volt nekünk, nézd meg, vokalistánk, de egy csomó vokált például mi csináltunk meg, de én mindig elmondom, és tökre szeretem azt leszögezni, hogy mi nem tartjuk magunkat énekesnőnek. Ez érdekes, hogy ezt mondod, mert tulajdonképpen azok vagytok. De ha belegondolsz, az a zenei vonal, amit mi képviselünk, ahhoz a mi énektudásunk bőven elég. Ez inkább talán előadó, ami... Mi előadó művészek vagyunk. Én előadó művész vagyok. Én nem énekesnő vagyok. Énekesnő, és ezt is már többször elmondtam, hogy énekesnő az én olvasatomban, azok a tehetségek, akik tényleges tehetségek. A Radics Gigitől elkezdve a Tóth Verán át, szóval, hogy ők Tóth Andi, hát a legnagyobb tehetség a világon. Hát egyszerűen azt a lányt én nem is tudom, én megfognám, és így megráznám, hogy térészhez, hogy a legnagyobb tehetség vagy, hát elképesztő, és megölelgetném, mert én imádom azt a lányt. Tehát bármit csinál egyszerűen imádom magát, a lényét. Na, ő énekesnő. És te nem bánod, hogy mondjuk te nem ilyen vagy? Énekesnő? Igen. Hát nem, mert nincs olyan hangom. De hogy nem is vágytál soha arra, hogy jaj, úristen, akkor most Tóth Vera leénekli a csillagokat, vagy éppen Tóth Andi. De hogy nem, mindig vágytam rá. Persze, hogy vágytam rá. De egyszerűen a hangbeli kapacitásom ez nagyon az, sokan nem látják be. Ami ezt tudná. Ráadásul annyi bulink volt,
hogy az valami észveszejtő. Szóval mi tényleg csütörtökön elindultunk, és vasárnap értünk haza, így a 2000-es években. Egy nap volt, ami ténylegesen a rekordunk, amit soha nem felejtek el, és azért nem felejtem el, mert a nagymamám még akkor élt, és az első fellépés azon a gyerek, nem tudom melyik évben volt, azon a gyereknapon Budafokon volt a sportpályám, és a mamám így állt az első sorban, és nézett, hogy a pici angyalom ott van a színpadon, és sírt, nagyon cuki volt. Na, és azért nem felejtem el, mert aznap 10 fellépésünk volt. Szóval, hogy akarhattam volna én Mariah Carey hangot is, hogyha nem lett volna rá kapacitás, hogy én most naponta, vagy hetente többször foglalkozzak ezzel. Az biztos, hogy két végén égettétek a gyertyát. Ja, bocsánat, igen, elnézést, ne haragudj, csak most annyira az eszembe jutott az, hogy még ehhez a tátog, nem tátog, meg mit tudom én. Tök jól elmondta a Bibi, amikor itt volt, hogy nagyon sok esetben erre a mai napig nincs lehetőség, hogy te itt ráénekeljél. De azt nem tudom megérteni, hogy az hogy lehet, hogy elmentek valahol felépni, és nem kaptok olyan mikrofont. Hogy mikrofont, hát megmondom neked, pontosan 2014-et írtunk, sose felejtem el, mert egy kölcsönautóval mentünk a Vikivel fellépni. 2014-et írtunk, és megérkeztünk egy nagyon pici faluba, és képzeljétek el, hogy a zongoránál ült a műfáznak a pici színpadán a polgármester, vagy nem is tudom pontosan ki volt, és mondta a feleség, hogy meggyűjtek a jányok, és felállt, elkérte a CD-t, és akkor a két kazettás diszk kijön, hangfalba volt bedugva egy darab zsinolos mikrofon. Tehát, hogy ez 10 évvel ezelőtt volt. Ezt hogy oldottátok meg? Hát sehogy mondták, hogy a Tóth Gabi nem tudom mikor lement a színpadról, hogy nem tudja teljesíteni a fellépést, és mondtuk, hogy hát mi azért megpróbáljuk, biztos jó buli lesz, de fel kellett adnunk, szóval nem azért egy hifi toronnyal nem tudsz mit csinálni 2014-ben. Viszont azóta dübörögnek a fellépések, és azért önmagadban vagy a fresh. Igen. Ez, tehát hogy a fresh, az én fejemben, az úgy van meg, hogy akkor az többen vagytok, legalábbis ketten biztosan. Hogy tudsz te mégis egy magadban, oké, hogy ott vannak a háttértáncosok, de mitől vagy te még mindig fresh, Andi? Attól, hogy ezt a szabad szelleműséget, ezt az élni akarást, ezt a vidámságot, ezt a, legalábbis én így gondolom, hogy ezt a pozitív kisugárzást, azt szeretem átadni az embereknek. És amíg régen a minőség ráment a mennyiség rovására, most pont nem az van. Most pont az van, hogy engem nem zavar, hogyha 20 ember van egy buliban, vagy egy születésnapon, vagy 200 ember van egy falunapon, vagy van 2000 ember, engem ez abszolút nem zavar, mert nekem mindig van egy célom, nekem mindig az a célom, az utolsó dala táncolj még. És nekem mindig az a cél, hogy tök mindegy, milyen a közönség, a táncolj mégnél táncolniuk kell. Tehát nekem ez egy ilyen mérce valahogy, egy ilyen megugrandó feladat minden egyes szituációban, mert valljunk be őszintén, hogy azért falunapokon előfordulnak a fehér műanyag székek lerakva hát sorokban, igen. Tudod? És én mindig azt mondom, hogy azt kell megugranom, hogy az utolsó dalra, nyilván, ha nem is mindenki, de mondjuk a fele a közönségnek táncoljon. És én nekem az a fontos, hogy ők jól érezzék magukat. És teljesen más a hangulata egy ilyen fellépésnek, és nagyon melós volt az, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága a Viki nélkül a Freshnek. Ez a pozitív kisugárzás, amit te is mondtál, meg tudod magadról, hogy ez neked van, amit érez a közönség is, azért ez nem biztos, hogy magától értetődő. Tehát, hogy azért voltak veled olyan dolgok így most az elmúlt években, ami miatt elgondolkoznak az emberek, hogy tudod ezt csinálni. Beteg voltál, azért az biztos vagyok benne, hogy nagyon megedzett téged, és most nem is arról szeretnélek kérdezni, hogy milyen volt a betegség, hanem hogy vagy most. Hát nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. Tényleg, nagyon jól vagyok. Nem akarok ilyen közhelyeket mondani, mert tényleg annyira unalmas, amikor valaki egy ilyen betegség után folyamatosan ezekkel a közhelyekkel jön, de nekem semmi nem számít. Nekem csak az számít, hogy lássunk, és megtapasztaljuk, és megéljünk minden napot, és az, hogy az egészség megmaradjon. Már ha nincs az egészséged, akkor cseszheted. Akkor tök mindegy, hogy mi áll a garázsban,
akkor mindegy, hogy mi lóg a gardróbban, és persze, hogy hány fellépésed van beírva. Tehát, hogy ez meglegyen, ez a prioritás. Nyilván az embernek áll a zászló, tehát lehet, hogy most itt ránk esik egy meteorit mindjárt 3,5 perc múlva, reméljük, hogy nem, de hogy így nem lehet élni egy életet egy ilyen betegség után, hogy rettegésben. Persze most figyelj, március végén megyek az éves kontrollvizsgálatokra, úgyhogy... Tartasz tőle. Hát nyilván. Persze azért van bennem egy druk, le is izzadt a tenyerem. Igen, van bennem egy druk, és ez ilyen kiküszöbölhetetlen, hogy ne izguljál. Szóval, hogy ez szerintem az egész életemet végig fogja kísérni, hogy nem az, ami történt, mert én azt úgy fogom fel, hogy az összes rossz dologgal együtt, az egy fantasztikus utazás volt egyébként, nagyon durva utazás volt. Hanem inkább az, hogy ez úgy beleívódik az ember elméjében, hogy tényleg már holnap mennék, hogy csak már legyünk túl rajta, persze, csak csinálják már meg a vizsgálatokat, és mondják azt, hogy minden oké, és akkor megyek tovább. De ahogy közeledik egy dátum, akkor azért annál feszültebb vagy. Hát úgy rá tudok feszülni egy kicsit. És ilyenkor a férjed szokott megnyugtatni, hogy akkor minden rendben lesz, és tartja benned a lelket? Hát ő mindig nyugtat, szóval ő mindig azt mondja, hogy nincsen semmi, de nem is szeretem neki ezt sokszor mondani, meg sokszor kimutatni, mert akkor meg azt látom, hogy ideges lesz. Hogy tudod, hogy én most mit feszülök rá ennyire, hogy úgyis minden rendben lesz. De nyilván ez csak azt tudja, aki átment rajta. Persze. Azok után, hogy most ennyire komplett az életed, bár ugye mondtad, hogy félelmek vannak benne, gyereket szeretnél vállalni? Nem. Isten meg. Ez mikor változott meg a véleményed? Mert azért egy pár évvel ezelőtt még nem ilyen nyilatkozatokat olvashattunk. Hát figyeljetek, az én biológiai anyai órám szerintem ilyen 25 és 28 év között kezdett el nagyon durván csörömpölni, hogy jó lenne egy gyermek. És akkor ez nem így alakult, nem így hozta az élet. Most így visszagondolok, nem is bánom egy pillanatig sem. Aztán nem megismerkedtem, mert 16 évig már mi barátok voltunk, persze, de ugye összejöttünk a férjemmel, és annyira a mának éltünk. Szóval nagyon. Nyilván azért ez így gondolati szinten egy beszélgetésben körülbelül ez így felmerült közöttünk, de miután neki van két felnőtt gyereke, ezért én nem várhatom el, hogy ő otthon üljön adott esetben, és akkor ő... Igen. Tehát én tudtam azt, hogy ha nekünk születne gyerekünk, akkor ő ugyanúgy menne repülni, menne kvadozni, menne motorozni, menne ide, menne oda, persze, és én egy annyira spontán ember vagyok, hogy én meghűltem volna abban, hogy én meg akkor én nem mehetek. Tehát, hogy nem már, tehát hogyha már gyerek van, akkor ketten gyerekezzünk. Na mindegy, aztán ugye jött a betegség, utána azt szokták mondani, hogy az első 3 évben azért úgy nem ajánlatos, ha egyáltalán összejönne, mert ugye a kemoterápia miatt az annyira nem ajánlatos. Most meg már azt gondolom, hogy 42 éves vagyok, a férjem 54 éves elmúlt, nem gondolnám, hogy felelősségteljes lenne nekünk gyermeket vállalni. A 16 éves barátságból hogyan lett házasság? Hát ezt nem tudom. Egyszerűen tényleg nem tudjuk a választ. Elmentünk egy orgona koncertre az esztergomi bazilikába, és igazából ott kaptam tőle az első olyan bókot. Érdekes program egyébként. Igen, mi szeretjük az ilyen nem szokványos dolgokat. És ott kaptam tőle az első bókot, hogy de jól nézel ki. Tudod, és így meg is lepődtem, hogy azért az ember a legjobb barátjától kap bókot, meg azért elmondjátok egymásnak őszintén. De láttad, hogy nem úgy néz. Igen. És meg most azért így cikáznak a gondolatok a fejemben, de én szerintem nekünk baromi jól működik a házasságunk, kapcsolatunk. Visszük egymást előre, támogatjuk a másikat, barátok is vagyunk minden mellett, mint férj és feleség, mint szeretők, mint szinkostársak, mint tettestársak, mint bizalmasok, mint minden. Úgyhogy figyeljetek, én egy tök kerek életet élek, és tényleg azt szoktam mondani az ilyen évértékelésnél, így szilveszterkor, amikor mi sehova nem megyünk, mert ugye van 4 kutyusunk, úgyhogy nekünk ők a mindenek, ők 4-ből 2 nem bírja a durroktatást, otthon vagyunk, és akkor igazából pont azt beszéltük most is szilveszterkor, hogy ha minden így marad, akkor nekünk ennél több nem kell, és ebben nem fér bele egy gyerek. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Jó volt itt lenni. Köszönjük, mi is örültünk, hogy itt voltál. Nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok, hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket az Instagramon, és természetesen a TikTokon is. Sziasztok! Sziasztok!
Történt velem egy baleset, szétkaszaboltam a tenyeremet, de sajnos műteni kellett, mert idegeket inakat vagdaltam szét benne. Magyar Népzenét rádióban. Hát, hol, értem. Hogy? Annyira sokan kérték a százszorolaj méget a rádióban, hogy nem bírták a nyomást tartani. Magyarország legjátszottabb dala lett a százszorolaj még. Valahogy bennem sosem volt az, hogy mekkora sztár vagyok, úristen. Tehát egy hiba, és nem kell lesz többet. Egyikünk sem volt ilyen needy, hogy jaj, nekem most kell valaki, meg izé. A Tomi az így összecsuklott, és elkezdett zokogni. Ember, mondom, tíz perc van a színpad. És így lefagytak, hogy Jézusom, te vagy a Péter Szomszéd. Úristen, te mit csinálsz itt?